Évről évre nő az online kereskedelem forgalma. Tavaly ez 530 milliárd forint volt, idén 700 milliárd forintra is nőhet a becslések szerint. Az online vásárlók számának növekedésével a szabálytalankodó webáruházak száma is nő. A fogyasztóvédelem által ellenőrzött webáruházak 90%-ánál találtak valamilyen jogsértést. Ezek közül a leggyakoribb, hogy a vállalkozások nem adnak lehetőséget a vásárlónak arra, hogy elálljon a vásárlástól, visszaküldhesse az árut és visszakaphassa a megrendelt termék árát, vagy egyáltalán nem akarják visszafizetni azt, vagy postaköltség nélkül kívánják rendezni a számlát a vállalkozások, mondja Orosz Valéria, a Szexeli Járási Hivatal fogyasztóvédelmi osztályvezetője. Termék átvételétől számítva 14 napon belül a fogyasztó élhet elállási jogával indoklás nélkül. Ilyenkor semmi más költség nem terheli a fogyasztót, csak a terméknek a visszaküldési költsége. Ezt jogosan kéri a vállalkozás, viszont az eredeti postaköltséget, amivel a fogyasztó megkapta, azt köteles a vállalkozás visszatéríteni. No, ezek a leggyakoribb problémák. Éves szinten 500 fogyasztó keresi meg a szexádi hivatalt valamilyen online vásárlással kapcsolatos problémával. Legtöbbször tanácsot kérnek, ha viszont nem rendeződik az ügyük, írásban kell jelezniük panaszukat a hatóság felé. Ilyenből 36 érkezett a szexádi járási hivatal fogyasztóvédelmi főosztályához. Nem azt a terméket kapja, nem olyan minőségbe kapja, nem kapott hozzá jótállási jegyet, nem kapott tájékoztatást az elállásról. Azt tudni kell, hogy a jogszabály szerint a vállalkozásoknak elállási nyilatkozat mintát kell mellékelni a termékhez. Ennek benne kell lenni a csomagba, amit kiszállítanak a fogyasztónak. Tehát ezek a leggyakoribb panaszok. Egy olyan webáruháznál, ahol hiányosak például a cégről vagy a megvásárolni kívánt termékről szóló információk, nem érdemes vásárolni, tette hozzá a szakember. Tolna megyében egyébként van egy olyan weboldal, amelyik folyamatosan megsérti a jogszabályokat, becsapja a vevőket. Úgy tudjuk, a vállalkozást már 600 000 forintra büntette a hivatal.